Hát szép öreget mindenkinek. MBH Bank, régi MKB. Higgadt másfél órát ügyintéztem. Illetve jobban mondva vártam egy óra 20 percet. És utána 10 perc alatt mindent elintéztünk. És ezért imádom egyébként a nomád életet. Mentem befele, és mondták, hogy egy óra. Egy órával lehet számolni, még várni kell. Meg ugye vettem ki nem tudom milyen papírt, nem is adott a gépből, hogy húztam sorszámot elektronikusan, és kiírta a gép, hogy a várakozók száma 19. És akkor jött be egy úriember reklamálni, hogy már másfél órája vár. Mondta neki a biztonságért, hogy hát legalább egy óra, és utána lesz valami. És itt jön képbe a nomád élet, a digitális nomád élet. Laptop táskába, fülhallgató, USB kábel, telefonhoz összekötni, tudjak internetezni, és beültem laptopba, dolgoztam egy óra, hát majdnem másfél órát, még nem hívtak, és semmi gond nem volt, senki nem szólt, senki nem basztatott, és a másfél órám nem ment így ki a levesbe, hanem le lett dolgozva, ki fogom számlázni a kliensnek. Abszolút nem, nincs stressz, meg ilyesmi, hogy ja Isten, mennyit kell várni, meg hogy mikor menjek, mennyi sor van, mennyi ember vár. Nem számít, várni kell, laptop elő, az dolgozok, érted? Ennyivel korábban fogok ma végezni munkába, mert ezt a másikulat nem kellett arra szállnom, hogy csak idögeljek és nézzek ki a fejemből, meg szitkozódjak, hogy mennyit kell várni. Hát ez van, nem tudom, összevontak egy csomó bankot. Ugye régebben MKB volt, akkor régebben nem volt ilyen, hogy ennyit kellett várni. Volt egyébként korábban, hogy egy órát vártam, szintén leültem, aztán dolgoztam még otthon, ugye vidéken, mert képzeljétek el, átjelentkeztem Paraguayba, itt a bankomnál, új cím, adózási hely, meg minden, és utkor bejöttem valamit intézni, és ugye mivel kijelentkeztem itthonról, azon ráírva a lakcím kártyámra, hogy külföldi cím. És azt mondták, hogy azzal nem lehet magam azonosítani. Ha mondom, de hát nincs más, hát ez van, hát ez... Akkor mit csináljak? Kenjem a hajamba? Vagy micsoda? Mondták, hogy hát hol irattam át a címet? Hát mondom, otthon a vidéken. Azt mondják, hát akkor menjen oda-vissza, és akkor adott segítenek. Na minden, egyébként lementem, és már elintéztem mindent, most pedig jöttem befele. Nálam van az összes paraguayi papírom. Megvan a személyem is, már megcsináltattam, ezt elhagytam múltkor. És... De mondták, hogy ja, persze lehet. Simán, semmi gond nélkül lehet magad azonosítani olyan lakcímkártyával, amin az van, hogy külföldi cím, szó szerint. Nem mondom, hát akkor király akkor. Múltkor ezt mondták a szomszéd fülkébe. Mondtam valamik másikban, minden akkor ezt letudva. És szuper egyébként. Mindent el tudtam intézni, elég hamar, és nem kellett várnom, ez a mai videónak az apropója, hogy mennyire, az ember mennyire jól ki tudja használni az idejét, hogyha nincs röghöz kötve. Laptop táskába, most lehet be fog ülni valamelyik kis kávézóba, vagy valami kocsmába, mert hát oda is lehet beülni, miért ne? Mit számít az, hova ülök be? Nincs meetingem, internet van, vagy wifi-ről, vagy mobil internet, ugye telefon mindig nálam van, azonban abban van simkártya, és azonban mobil internet. Mehetek kocsmába, mehetek étterembe, mehetek kávézóba, kicsit sétálok. Ilyen nem nagyon volt, még bennültem az irodába. Kimész sétálni, meg ügyintézni másfél órát. Az lehet, hogy mások lett volna egyébként másfél, egyik másik cégnél, ahol dolgoztam. Azt mondták volna, hogy hát vegyél ki egy szabadságot. Egy egész napot vegyél ki. Egy egészet vegyél ki. Elintézzél egy másfél órás dolgot, mert mondjuk a bank nincs nyitva ebéd időben, vagy valami ilyesmi. Az mekkora királyság, nem? Egy szabadságnap off, csak azért, mert
be kell menjél valami ügyet intézni. És a legjobb, hogyha az ember nem is tudja elintézni, amit akar, mert azt mondják, hogy nem vagyok nyitva, vagy nem tudom. Pont ma valamiért, mert leltára van, vagy valami. Vagy lehaltak a gépek, vagy nem tudom, volt ilyen egyébként, mentem valahova, és így mondták, hogy nem. Ma nem, nem tudom már hol volt, de ilyen semmi gond, szokás szerint laptop táskában, hátul aztán leültem dolgozni a környéken valahol, nincsenek ilyen problémák, hogy ott kell üljek az asztalnál. Egyébként most, telefon nálam ugye, mobil internet rajta, be van kapcsolva a Slack, azt használják a cégben, és volt, hogy a főnök rám írt valamit, most majd megkérdezett. És már ott ültem az ügyintézőnél különben, csak éppen vártunk, nem tudom, valamire. Vártunk arra, hogy a gép működjön, vagy nem is tudom micsoda. Ott üdögeltem, vártam, hogy valami történjen. Láttam a telefonon, kiírta, hogy jött egy új üzenet. Megnéztem. Visszaírtam a főnöknek, kicsit beszélgettünk. És voltnak korábban ilyesmi egyébként. És az a legjobb ebben, hogy a főni, meg bárki, akivel beszélek a cégben, meg nem tudja mondani, hogy én most a bankba ülök, várok a soromra, vagy már a ügyintézőnél ülök, vagy pedig otthon ülök a csendes szobában, és dolgozok, vagy egy irodában dolgozok. Nem tudják. De teljesen mindegy, nem? Kérdésnek van válaszolva, most hogy honnan válaszoltam, hol ülök, hol vagyok, tengerparton sétálok, és onnan válaszolok, nem tök mindegy. A munka megy. A cég, a csapat nincs hátráltatva. Ennek a probléma megoldások, meg a taszkok pörögnek. Ez a lényeg, nem? A munka pörög. Nem tudom, hogy beszélhetnék arról is, hogy vagy még egyéb aspektusáról a nomád életnek. Mert valamilyen oknál fogva ez a kifejezés, hogy digitális nomád ez. Ennek a fénye megkopott, hogy szépen mondjam, hogy diákosan fogalmazzak, elkurvult, úgy járt, mint az influencer. Mindegy, beszélek már annyi 6-7 perce. Legyen egy update, beszéljünk update-ről. Itt vagyok Pesten különben, nem tudom kinek tűnt fel. Hungria, Budapest, te csodás. Még 2 hétig, aztán nem tudom, irány Grúzia, talán meglátjuk. Na mindegy, nincs olyan más mondani való, úgyhogy ennyi volt a mai már aktuális tudásmennyiség. Ezt most átadtam mindenki. Remélem befogadta. Köszi a figyelmet. Take care.